Nincs különbség az onkológiai betegek kezelésében Magyarországon és az Európa egyéb államaiban. Ugyanaz a protokoll, ugyanaz a terápia, csak abban van különbség, hogy mikor kapja meg. Megpróbálták ránk fogni a várólisták növekedésénél, hogy a lusta orvos hálapénz nélkül nem dolgozik. Hiába kap fizetést, ha nincs műtősnő. A konfliktust a kormánnyal többek közt az okozta, hogy volt egy megállapodás Orbán Viktorral, és ezt a megállapodást egy tavalyi törvény felülírta. Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. A kezemben az új magyar hang, Bóth Péter Ákossal a nagy interjúban, és nézem a tartalmat. Azt mondja, hogy a közgazdás a drágulásról, növekedési esélyekről és arról, hogy az osztogatások árát most a társadalommal fizettetik meg. Beszélünk erről, ugye friss kormányinfo tükrében feltétlenül, és itt van egy cikk még egy, 400 filippino tabon, erről is beszélünk, erről személy, nem erről, de hasonlóról személyes tapasztalatom is van. Na nézzük, ugye Gulyás Gergely megtartotta a kormányinfót, a következőt találták most ki, először is maradnak az árstoppok június 30-áig, és kötelező lesz a boltoknak akciózni, meghatározza majd a kormány, hogy minden termékcsoportból hús, zöldség, pékárú legalább egyet akciósan kell adni. Még nincs kidolgozva teljesen, egyébként is az árstopról mindenféléket mondanak a közgazdászok, én már el sem igazodom benne, nem mint Tamásban, igen. Szóval, hogy látjátok ti? Én úgy látom, hogy az ötlet az valószínűleg abból ered, hogy Orbán Viktor annak idején kikergette a szovjet hadsereget. Ugye Orbán Viktor úgy kergette ki a szovjet hadsereget, hogy a szovjet hadsereg már nem is látszott az utca végén, és utána kiabált, hogy takarodjatok! Na most az összes áruházlánc, az összes bolt akciózik folyamatosan. Hát egymást érik, tényleg egymásnak próbálnak alá licitálni, mert egyszerűen ugye nem tudják fenntartani ezt az egész történetet. Most akkor a kormányunk úgy csinál, hogy kötelező is legyen nekik akciózni, és azáltal tényleg a kormány is adjon ki akkor egy ilyen reklámújságot, amiben így felsorolja majd az összes izét láncot, és hogy hol mi akciós, mert ez semmi más, mint hogy úgy beállítani az ő érdemüknek, ha úgy tetszik ezeket az árleszállításokat, mint nem az ő tragikus gazdaságpolitikáiknak az eredménye lenne, többek között nem kizárólag azért, de alapvetően mégiscsak azért. Ez az egész inflációs politika az, amiben egyáltalán élünk, hanem igazából ők védelmeznének minket a gonosz cégektől, és így rákényszerítenék őket, hogy nekünk kedvezzenek az árakkal. Szóval átlátszó, de ilyenkor megint mindig az a gondom, hogy baromi átlátszó szerintem, nagyon átlátszó trükk, de működni fog. Hát. Konok Pétert hallották, mert hogy elfelejtettem csak a rendkedvéért bemutatni a szereplőket, és Csitalan Sándor is itt van. Jó napot, magyarul. És Rehért János is. Természetesen már nem hiszem, hogy aki minket néz, ne ismerné. Ide figyelj, Péter. Te nagyon rosszul látod ezt a világot. Elmondom neked, hogy Svédországban a hitelkamatok inflációja tavaly előtt 90%-os volt. Hát ez én is svéd hitelkamatom. Tudod? Szóval ez az egész, amit te itt most előadsz meg, ez a megközelítés, ne viccelj, nem véletlenül jönnek ide a vendégmunkások. Hát itt olyan fenne nagy jólét van, és akkor a biztonság, hogy az összem megáll, és egyáltalán én is olyan boldog vagyok, hogy itt ülhetek, és nyugodtan tekinthetek ki az ablakon, ha meg el lesz húzva a függöny, süt a nap, Orbán Viktor gondoskodik róla. Az a baj, hogy ez fog ebből a dologból kijönni, és miközben ezt rendszeresen konstatáljuk, tehát, hogy mi az ő szándékuk. Az az igazság, hogy néha már unom is az ő szándékaik elemzését, mert olyan egyértelmű, olyan egyirányú, olyan egyszerű, mint a vonatfüty. Engem az érdekel most már egy jó ideje, talán emlegettem ezt, és nyilvánvaló a háború és sok minden más összefüggésében is, hogy de
Hogy szopja be a nép? Ja. Amúgy meg az a nagyon érdekes rétegződés van benne, hogy mondjuk nem nevezem meg a helyeket, merre szoktam járni, de mondjuk például olyan helyeken is szoktam járni, ahol mondjuk vitamin élelmiszerkereskedelem zajlik, és most nem egy kis bótról beszélek, hanem kereskedőkről. És a kereskedők is mind tudják, hogy miről szól a nóta. Azt is tudják, hogy mi fog történni. És ha holnap szavazni kell, akkor az Orbánra fognak szavazni. Szidják, mint a bokrot, és az Orbánra fognak szavazni. Tudják, hogy tönkreteszik az országot, a magyar élelmiszergazdaságot, és az Orbánra fognak szavazni. Mert? Erre keresem a választ. Hát most Sanyi, erre keresem a választ az ársapkához, vagy a hatósági árhoz küldött megjegyzéseddel is egyetértek. Annyival szeretném aláhúzni, hogy a magam részéről úgy vagyok vele, meg a szakma véleményével is, ha úgy tetszik. Bár látom a polcokon, hogy úgy egyébként ezek a hatósági árak nem nagyon működnek, mert azoknak a termékeknek egy jelentős része egyszerűen nincs. Igen. És egyébként a vásárló is tudja, a vásárló is konstatálja, szitkozódik is a pénztárnál, és egyébként ha holnap szavazni kéne, akkor Orbán Viktorra fog szavazni. Miközben a dolgok meggyőződésem szerint átlátszóak, szándékaik és a dolgok iránya egyértelmű. Széttárom a karomat, és eljövök itt csütörtökönként, meg ahol tudok, elmondom ezzel kapcsolatban véleményem, hogy egyébként szopjon a magyar, megérdemli. Most már több mindenit eszembe. Kezdem az elején, amit a Péterre reflexióként akartam mondani, hogy tök jól látod, teljesen egyetértek, a kormány semmiféle akciót nem fog kikényszeríteni, hanem csak be akarja gyűjteni az akciózásnak a politikai hasznát. Ez működik, ebben is egyetértek. Csak hogy milyen a világ? Ugye 2022-es választás előtt, 2021-ben kezdődött az árstoppok rendszere benzinnel, egyebekkel. Mai napig bármelyik üzletbe bemegy a kedves néző, fog találni egy vagy a falra függesztve, vagy saját lábain álló kék táblát, hogy Magyarország kormánya mennyi jót tett, viszont apró betűvel, ebben az a kedvencemet muszáj elmondani, hogy ott le van akciózva olcsón kapható a csirkefar, a csirkehát és a csirkefarhát. Menjenek be bármelyik üzletbe és beszélnek bármelyik hentessel, sőt bármelyik magyar gazdaszonyjal, aki életében vágott már tyúkot, el fogja mondani önöknek, hogy a csirkének nincs se fara, se háta. A csirkének egy test része van, a farháta. De a kormány hármat is le tudott ebből akciózni, amiből kettő biológiailag nem létezik, de másfél évre ki van írva. És senkit nem érdekel az országban, hogy egy ekkora baromságot oda lehet érni minden üzletbejáratához. Amint a Sándor mondott, ahhoz is gondoltam, hogy hozzászólok. Az egyik, amit eszembe jutott, amit beszélt, hogy a német sajtóban mostanában kezdték kapargatni azt a dolgot, hogy a német cégek mit szeretnek az Orbán kormányon, amikor például a német tulajdonú nagy élelmiszerkereskedelmi láncokat most elkezdték népszerűséggel fingatni papírot. Nem most, Janó. De viszonylag most újra, és ez most... Hát most kapták rá fel a fejüket. Fejezem, mert tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a kormány szeretné megmutatni, hogy ő gondoskodik a magyar népre, és nem tűri a multiknak az extra profit benyelését. Egyébként az egésznek praktikus értelme nincs, de valószínűleg van egy kicsi ilyen fenyegető éle a német tulajdonú multik, tehát a Lidl, az Aldi, stb. Felé. Ezt gondolom, hogy ez is benne van, ez a része is benne van. A harmadik, meg Sándor, az a legfájúbb nekem, hogy ebben itt tenni az asztalás, összekülönböztünk már, de újra csak azt tudom mondani, amit de szent meggyőződésem, tehát, hogy Magyarországon olyan marha sokáig, tehát 1945-ig fent tudott állni egy ilyen spétfeudális rend, annak a fontos társadalmi alapja az volt, hogy az uradalmi cselédek hatalmas tömege nem is tudott elképzelni mást. És tulajdonképpen most azt látjuk, hogy az Orbán rezsim az összes uradalmi cseléd reflexióra rájátszik, és eljutottunk 12-13 év alatt oda, hogy a magyar társadalom legelesettebb rétegei nem is tudnak elképzelni mást. Tehát a 13. havi nyugdíj
az egy mindent felülütő kőrász, egy pirosász ebben a történetben. A szegény nyugdíjas úgy se érti, hogy kifosztották, azt se érti, hogy a nekinyáró nyugdíjat 12 vagy 13 részre osztják, ez csak egy hülye eszi meg. Tehát neki évente ennyi nyugdíj járna, hogy ezt 12 vagy 13 részre osztják, de az tulajdonképpen seckó ilyen, az édes minden. De úgy se tudod elmagyarázni nekik. A minél nagyobb, hát én nem így szoktam beszélni, de muszáj vagyok, nem tudom másképp mondani, minél nagyobb szar van a palcsintában, annál erősebb lesz az Orbán rezsim támogatottsága, mert a félő, tehát az underclass, amikor állami transferekből él, egyre jobban fél, és egyre vakabbul hiszi, hogy ez a rezsim tudja őt megmenteni. Na de mindegy, is azt akartam még kinyugni, hogy egy kicsit nagyobb nyomatékkal, hogy abból, hogy látható, hogy a rendszer milyen irányba megy, és milyen logikán működik, és abból, hogy sok szempontból megfejthetetlen a támogatottsága, vagy ha nem is megfejthetetlen, számomra időnként érthetetlen, egy picit egyszerűbbnek látom a világot, az elmúlt 100 év alapján, különös tekintete, hogy az én nemzedékem most a leghülyébb ebben az országban, és elvileg tanultunk valamit azért az iskolában. És semmiféle konzekvenciáját nem látom ennek, és nem látom politikai értelemben meg különösképpen. Azt is gondolom, hogy ebből az következik, bár ez nem került napirendre, csak most már bizonyos dolgokat valószínűleg, mint ahogy mások is rendszeresen el kell mondani, hogy ez a dolog, ez a rendszer, ez a katasztrófa rendszer, akkor fog megbukni, ha szétrohad. Aztán, hogy utána mi lesz, az egy szerintem nagyon nagy politikai kérdés, vagy nagy történelmi kérdés, mert ugyan 90-ben az isteni körülmények között jött a rendszerváltás, és ennek az országnak semmi köze nem volt lényegében hozzá, néhány embert leszámítva, de hát azért néhány embert nem tud megbuktatni a rendszert. Nagy kérdés, hogy a következő alkalommal, amikor a történelem fölteszi azt a kérdést, hogy magyarok, döntsetek arról, hogy ti kik vagytok és mit akartok, hogy milyen döntés fog születni. Szóval tudom, hogy a kérdés költői. De hát végül is azért is járok ide, hogy egy kicsit gyógyuljak. Már attól, hogy beszélünk. Amerikát Sanyi nem szereti. Amerikát Csanyi... Kettős tagadásból voltam. Igen, jó. Értem én, hogy mindenáron meg akarod követni. Én nem akarom megkerülni. Tehát Csanyi mostani helyzetben Amerikát szereti. Na. Pedig én vagyok az, aki háromszor nem tudtam elmenni Amerikába, mert olyan lumbágót kaptam. Tényleg, hát az amerikai kongresszus engem is meghívott. Mi? Dehogy is. Kongresszusi meghíváson volt, csak én nekem van egy ilyen fóbiám amúgy Amerikával, de ez a nagyon személyes dolog, és képzeljétek el, hogy minden három alkalommal a repülőgép indulás előtti napon kórházba kerültem lumbágóval. Utána kijött az amerikai közösség politika össze, hogy megnézték a kórházba, hogy tényleg ott vagyok-e? Na, szóval háromszor. És ez a jóisten, látod, abszolút. Mi? És pedig nem vagy hívő gondolás. Hát én sokkal többször nem voltam Amerikában. Nekem meg az jut eszembe, hogy tudjátok ott a ez nem fogad. Igaz. Én háromszor kellett volna elindulni. Ne beszéljünk az zöldségeket, Péter, mert egyébként abban a tekintetben én ugyanannyiszor nem voltam, mint te. Bár csak téged a lófa se hívott, engem meghívtam. Tudjátok, ott a vámos, vagy nem vámos, hanem aki tulajdonképpen a határőr, az egy személyben eldöntheti, hogy beengede Amerikába, vagy nem. Tudom, amikor már ott vagy. Ez van más. Ami hát azért nem egy kellemes. És képzeljétek el, hogy valami miatt én nem voltam szimpatikus, a feleségemet 20 másodperc. Hogy jaj, Istenem, vajon miért? Nem tudom. Össze-vissza kérdezgetett, és még negyed óra múlva is ott álltam, lapozgatott, nézegetett, megint föltette ugyanazt a kérdést, teljesen tele volt a gatya, mert ha nem enged be, akkor tudjátok, hát akkor ott mehettem volna vissza. De aztán végülis nagy nehezen beengedett. Nem egy nagy sztori, csak így eszembe jutott Amerikáról. De Amerikáról Deutsch Tamásnak más jut eszébe, hanem azt következőt mondta, de előtte még elmondom, hogy tudjátok, volt az a híres fideszes borász, aki hát úgy vesztett el a mandátumát, hogy ugye esténként mindig jól érezte magát, és ugye a Facebook az meg megörökíti, hogy mit ír, amikor jól érzi magát utána. Úgy, de szoktam aggódni másnap reggel, amikor nézem, hogy mit csináltam a Facebookon. Ja, amit te is beszoktál. Na, ő neki ennyibe így nem lett képviselő.
Szerintem Dajcs Tamásban is van ilyesmi, hogy este késői órákon ír a Facebookra, akkor esetleg nem biztos, hogy örül neki, hogy reggel úgy mit írt. Azt mondja, mi már hazaküldtük a tatárokat, a törököket, az osztrákokat, a németeket, és végül a ruszkikat is. Óvatosan, Mr. Pressman. Hadd olvassam, az elég bonyolult. Tehát azt mondja, hogy a tatárok hazamentek maguktól. Beleűzték a tengerbe a Bélát, aztán utána hazamentek, mert kámválasztási évet tartottak. Ugye a törököket, hát egy kvázi európai összefogás űzte el Magyarországról, ugye magyarok is harcoltak benne, meg egyébként a török oldalon is harcoltak magyarok. Ez a tököli speciál épp a török oldalon. Igen. Csehek, meg lengyelek, és mindenek előtt egyébként ebben azért jelentős szerepet játszottak a törökök kiűzésében az osztrákok. Na várj, és előtte itt voltak 150 évig. Az osztrákokat ugye nem űztük ki, az osztrákokról kázi leváltunk, vagy szétesett az az ország, ahol mi együtt tartoztunk az osztrákokkal. Egy kicsit szépségkibe ebben a nagy függetlenedésben, hogy azért az országnak egy jelentős része levált, amiket ugye általában sajnálni szoktunk, mint egy Trianon néven. Tehát az osztrákokat sem űztük el. A németeket, hát ugye a ruszkik űzték el. A ruszkikat azt most az előbb hallottuk, Orbán Viktor űzte el egyedül, akik most egyébként meg visszajövőben vannak, az amerikaiak meg bizonyos értelemben itt sincsenek. Tehát így nem tudom, ez a szerencsétlen Dajcs Tamás, szerintem tök józan volt, mert ez az alapállapota, úgyhogy ne keressünk ilyen, szerintem ez enyhítő körülményeket, hogy tényleg mindannyian, vagy nem tudom, én legalábbis ismerem az érzést, mondom, amikor másnap reggel, hogy na, megnézem, mit írtam a Facebookon. Hála a jó Istennek. De ő nem nézi, Peti. De ő nem, ő így működik. Ezen kívül szerintem azt sem nagyon higgyük, hogy ez olyan távol áll ez a fajta, hogy mondjam, témafelvetés a NER-től. Egy kicsit olyan, mint az akciózás, nem? Tehát, hogy a saláta olcsóbb a Tesco-ba, nem reklámhelye volt, fogalma sincs, mennyi a saláta a Tesco-ba ma, akkor azt rámondjuk, hogy mi voltunk. Ha elmentek innen, tatár, labanc, török, német, minden orosz, mert valamilyen módon mindegyik elment, az is mi voltunk. Mi jártunk mögötte, ugye? Mi voltunk egyszer az Rinyi is, meg a vaddisznó is. Egyébként, ha már szóba jött ebben a tekintetben Amerika tény, ami közvetlenül nem volt küzdelem közvetlenül, de hát azért ugye egyszer volt szerencsénk Amerikának hadat üzenni, és úgy elkenték a szánkat, hogy azóta is csak jajongunk, és nem találjuk még mindig a női WC kulcsát se. Lásd, Dajcs Tamás! Hát egyébként igazából szerintem egyetlen megjegyzésre méltó, mert a Péter a lényeget elmondta hibátlanul, egyetlen megjegyzésre méltó dolog van ebben, hogy a Dajcs is egy tünet, tehát azon az élősködőn, Istenem, sose gondoltam volna, hogy ilyen szavakat fogok használni mondjuk egy politikai közösséggel kapcsolatban. Mert tudod, nem nagy... személyre használom, szerintem nem gond. Nem? Na mindegy. Már hogy ez nem dehumorizálás. Tünet, szóval egy tünet. Tünet, és számtalan ilyen tünet van. És újból fel kell idéznem, meg emlékezetbe hozni Orbánnak egy jó pár héttel ezelőtti péntek reggeli interjúját, ahol elmondta, hogy ő személy szerint egy csomó mindenről nem beszélhet. Mert ugye ő egy államférfi unió megizet. Erre vannak a NER-hez közel álló értelmiségiek, egyetemek, intézmények, médiumok. Ezeknek kell felvetni úgymond a kérdéseket, amelyekre a politikának majd a megfelelő válaszokat kell adniuk, de nem csak a kérdéseket kell felvetniük, hanem szóba hozniuk a lehetséges megoldásokat, és ezzel megbarátkoztatni a magyar társadalmat. Hát érdemes erre odafigyelni egyébként abban az összevetésben is, hogy éppen a G7-en olvastam az S-bíró Zoltánnak egy dolgozatát, aki szintén egy jeles elemzője ennek az egész orosz problémának, ahol is valahogy úgy indul a cikk, bár a címadás nem feltétlenül a szerzős dolga, ugye, hogy Nyugat-Európa észrevette már, hogy érzékeli, fölfogta, hogy mi a putyini politikának a célja. Vajon miért nem veszi ezt észre Orbán? Szerintem a kérdés le van maradva egy brossúrával. Aki ezekre tekintettel van, és tovább nem megyek meg, figyeli meg, hallja meg, odafigyel, az tudja a választ. Ez a
hatalom, ennek a kedvezményezettjei, ennek a hatalomnak a klientúrája számára a putyini világ a biztonságos. Mert ott a tiszteletre méltó vezérrel kapcsolatban valami kérdőjel merül föl, azért lehet kapni 5 évet, 10 évet, 15-öt, vagy ki lehet repülni az ablakon. És ez nekik jó, ennek a dinasztiának ez a célja. Hogy bassza meg. Janó? Most az utolsó megjegyzésmet elfelejtettem itt. A bassza meg? Nem hallottam ilyen kifejezést, hogy drága nézőink, a lap utolsó oldalán a tárgybeli viccet megtalálják, nagyon szellemes, az utolsó mondat arról szól, azt felolvasom, ugye, hogy az USA nekünk jó barátunk és szövetségesünk. Ezt mondta Orbán Viktor, tehát szegény Dancs Tamás egy nappal később írta volna meg ezt a felolvasott szösszenetét, akkor valószínűleg már meg se írta volna. Á, de hogy így. Nem. Ebben Sanyival értek egyet. Nem, de hogy így. Tehát így az Orbán Viktornak azt kellett most mondani, hogy az USA nem szövetségesünk. Merül csak szövetségesünk, hanem jó barátok. Miközben Dancs Tamás kimondja, mint Orbán Viktor másik szája, igen, meg a többiek. Tehát így a két dolog ellentmondásosságában is létezhet egy üzenetként. Én azt hiszem inkább ez a stratégia. Mondod, hogy kacsintunk? Tehát, hogy ezt nem gondoljuk komolyan, ezt csak azért mondjuk, hogy azok a hülyék ott... Mint a népes, szegény legény, ugye a szájával tud hideget is fújni, meg meleget is lehelni, még az ördög is frászt kap tőle. A közvéleményt dolgozzák meg, hát észre kell vennünk, hogy hogyan változik ennek a társadalom jelentős részében a politikai irányultsága, a politikai preferenciája, és a többi, és a többi, és a többi. Ezért találták ki az egész intézményrendszer megszállását, elfoglalását, ala Békés Márton, ala Gramsci. Na jó. Adjuk már Békés Márton, meg Gramsci. Most hagyja, persze, hogy hagyom, hát most miért fasz csinálják vele? Nem úgy mert erről nekem csak annyi jut eszembe. Ez nekem kedvenc téma, Békés Márton, az meg, tehát lógra. Gyerekek, szépen beszéltek. Az minden, az jó, Péter, Gramsci. De most a lényegre koncentrál. Persze, hát hol vannak ezek ahhoz? Persze, ebben neked igazad van. De ő is egy olyan beszélő feje ennek a izének, ami maga nyelvi készségeivel, mondjuk az értelmiségnek szól, már az ő értelmiségüknek, és mint egy emelkedettséget ad annak az egyébként mindenféle értéktartalom nélküli politikai stratégiának és technológiának, aminek egyetlen célja és iránya van, hogy ezt a hatalmat minden választási határon, mindenen túl kvázi politikai értelemben örökletessé tegye. Itt a dinasztikus gondolkodás félreérthető, de hát végül is egy dinasztia nem egy személyből áll nyilván. Ide én azt gondolom, hogy a dinasztia tagja a Navracs is, meg a Kovács Zoltán is, meg mit tudom én. Tehát ez nem vérségi alapon szerveződik, hanem ilyen értelemben hatalmi értelmi alapon. Ugye? Maffia állam, igazán van a Magyar Bálintnak. Jó, csak hát ugye ez annyiban új jelenség, hogy kellő, egyrészt miután ellopták a szavainkat. Tehát a NER is demokráciáról beszél, az ő demokráciájáról. Mit kezdek ezzel a szóval, hogy demokrácia, azok után, hogy a NER a szájára vette? Jó, hát ezt mindenki a szájára vesz, szinte. Na jó, de most a NER vette a szájára, és ezzel a problémával küzdök. Tehát ez egy koreai népi demokratikus köztársaság. Persze, jó Péter, de ezzel most megint nem vagyok eljárt. Egyszerűen csak azt mondom, hogy ez a jelentés maga kiüresedett. Annak már minden jelentése kiüresedett. Amiről a NER beszél, az is demokrácia, tulajdonképpen a KNDK is demokrácia. A probléma ott van, hogy hogyan definiáljuk. Tehát igen, mit tekintünk annak? Meg lehet mindent indokolni. És pont azért vannak Békés Mártonok, és azért vannak Dancs Tamások, és azért vannak valahol Orbán Viktorok is, akik nem mondhatnak ki mindent, hogy megindokolják. Különféle szinteken és különféle módokon. Hát ugye az az egyszerű különbsége, hogy annak idején, hogyha megéri, hogy mondjuk bukik a rendszere, vagy meginog, akkor nem egy katonaládán fog üldögélni egy hokedli előtt krumplilevest tenni, hanem kirabolta a fél országot. Hát Karácsony Gergelynek nyilván van ezer oka rá, én egészen máshonnan fogom meg ezt a dolgot. Tehát az én világképemben ugye a szubszidiaritás elve egy fundamentális kérdés, és ez azt jelenti,
hogy minden problémát annál a közösségnél kell hagyni, amelyik azt meg tudja oldani. Tehát egy család problémáit nem lehet elvenni a családtól, ha még azt meg tudja az a család oldani. Egy falunak a problémáit is ott kell hagyni a falu közösség szintjén, ameddig az a falu közösség számára megoldható. És ezt az elvet, ami egyébként a kereszténydemokrata társadalom szemlélet egyik sarokköve, ezt az elvet a Fidesz rendszer kidobta a maga a keresztény társadalom szemléletével, helyébe a teljes és minden irányú centralizációt vezette be. Ebből a szempontból teljesen értető, hogy a fővárostól elvesz egy csomó pénzt, mert a fővárosnak nál van egy csomó pénz, tehát onnan el lehet venni. De hogyha valaki ezt úgy akarja nézni, ahogy én mondtam, akkor szerintem azt látja, hogy ilyen alapon a családoktól is el lehet venni a pénzt, mert hogyha valakinél van pénz, akkor azt el lehet venni. Miért nem veszik el? Hát erről beszélek. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag, amit Karácsony Gergely csinál, az én szerintem ilyen értelemben morálisan teljesen védhető, nyilván törvény szerint nem, majd a fideszes, hogy mondják ezt, mit tudom én, törvényértelmező szervek egészen az ügyészségig bezárólag fel fognak lépni, gondolom, de azt is tegyük hozzá, hogy elég jól látjuk a Fidesz médián, hogy a karácsonnyal szembeni választási kampányt már rég elkezdték. Ugye, sőt, én úgy gondolom, hogy Fürjes Balázsnak a távozása is arról szólt, hogy bemérték, hogy Fürjes Balázsra nem lehet legyőzni Karácsony Gergelyt, mert Karácsony Gergely minden ellenkező híresztelése szemben jól áll, mint főpolgármester a lakosság szemében, tehát van esélye az újraválasztásra, és úgy gondolom, hogy Karácsony Gergely most ezzel a lépésével egyébként egyszer mind a saját kampányát is megnyitott. Ez egyébként fontos, és én nem akarnám különösebben értékelni egyébként a Karácsony lépését, illetve bejelentését, mert lépés még nincsen. Szerintem morálisan egyébként abszolút tartató, mert teljesen egyetértek veled. Nekem mondom, nem az, hogy most párhuzamot akarok állítani, csak nem akarok ilyen piedesztált építeni ennek, de az amerikai függetlenségi háború kirobbanása jut eszembe, ugye az alaptétel az, hogy no taxation without representation, vagyis nem adózunk, hogyha nem kapunk képviseletet. Na most itt valóban arról van szó, levesztelenítve a dolgot, hogy Budapest ugye nettó befizető az állam számára, miközben az állami döntésekben, beleértve a Budapestet érintő döntések, nagy részét is, vagy jelentős részét, egyszerűen ki van hagyva. Tehát ugye a ilyen értelemben igen, szubszidiárisan is, meg alapvetően is az állam lényege valahol az lenne, már ott fenn az ideák világában, ahol ott a felhők fölött kacag, hogy képviselje azokat, és valamilyen módon igazgassa azt a közös kasszát, közös izét, nem is tudom, kamrát, akik az államot alkotják, és hogy azok viszont valóban jelentős és döntő mértékben beleszólhassanak abba, hogy mindez hogy történik. Ez a fajta kölcsönösség, ami nem is kölcsönösség, mert annál több ez a fajta organicitás, ez teljesen hiányzik az ilyen jellegű rendszerekből, mint amilyen a NER nem egyedülálló ember, jegyzem meg, és egyre inkább ebbe az irányba megy a világ ugye általában is, de a NER azért úttörők között van ezen a téren, tehát ez lenne ez a fajta hozzáállás lenne egészen a minimális, tehát az állampolgár szintjéig szerintem a követendő. Ezt mondom úgy, hogy én biztos nem merem megcsinálni azt, hogy megpróbálom elsinkofálni az adómat, és ezt azonnal bejelentem, mert engem rögtön elvisz a NAV, meg rám küldik a, mit tudom én, a TEK átmászik a kerítésemen, aztán kifele majd a feleségem kiengedi őket. Csak rokonsági fogkérdése, Péter. Ilyen szempontból. Szarulás. Az, tehát én még azt is rám verik, hogy én lőttem le a farkast. Tehát, hogy így sajnos ezt nem merjük megcsinálni, de ha valahol belegondolunk, ez lenne a logika. Tehát, hogy no taxation without representation, hogy ez az állam nem a mi államunk, nem a mi rendszerünk, ezért megtagadjuk benne a részvételt, mondom. Én nem merem, és külön-külön nem fogjuk merni, mert külön-külön elvisznek minket. Valahol, hogyha ez összeroppan, vagy összeroppantható, akkor lehet, hogy ez lesz az egyik alapja, amikor ez már nem csak egy ilyen filózunk, meg morális döntés, meg ez lenne a helyes, hanem hát egyszerűen mi bű? Annyivel egészíteném ki, mert egyetértek, hogy amúgy szisztematikusan jó ideje, elég korán nyilvánvalóan az önkormányzatok felszámolásába kezdett a NER. Ugye, és még csak nem is a Karácsony előtt kezdődött, sőt már
Azt megelőzően is volt, amikor már elvették a oktatási intézményeket, egészségügyi intézményeket, ahogy üresítik ki az önkormányzatok kompetenciáit, vagy ugye a leglátványosabb, ugye, kire hallott meg valaha valamikor olyanról, hogy megyei önkormányzat? Igaz, hogy most már vármegyének hívják, de igazából most már se de jure, se de facto, ezek az intézmények nem léteznek például. Én értem, ugye Orbán körülnéz onnan a Karmelitának az ablakaiból is körülnéz, hát tényleg jobb helyeken akkor, mint egy városában az ország. Most persze az a kérdés, hogy a szubszidialitás meg egyáltalán jegyében ez mennyire szolgálja a hazai érdekeket az oktatásügyel kapcsolatban, meg az egészségügyben elég jól látható. Hiába kis ország és viszonylag sok önkormányzat, lehet ezen gondolkodni. De amúgy meg az a totális felszámolás, ami elindult az Orbán kormány, az orbáni politika jegyében, az meg hát eléggé súlyos funkcionális működési és mindenféle tragédiát jól jelez. Most annélkül, hogy belemennénk abba, hogy mi történik az oktatásban, meg mi nem történik. A főváros ebben a tekintetben kitüntetett szerepet játszik nyilvánvalóan, gazdasági súlya és minden más okán. Nem lennék meglepve, hogy ha itt azért az önkormányzati törvénnyel még valami babrálás kezdődne, és hogy mondjuk ezt a konfliktust, amit ők már egyébként a NER néhány megszólalója már büntetőjogi kategóriaként. Figyeljetek, büntetőjogi kategória. Egyre többször hangzik el ez a szó különböző összefüggésekben. Büntetőjogi kategóriaként kezeli. Kíváncsi vagyok, hogy ez a vita hova fog eszkalálódni. És nagyon remélem, hogy egyébként a fővárosa maga módján ebben keményen ki fog tartani, azzal együtt, hogy persze még az önkormányzati törvényen belül külön hozzá lehet nyúlni a fővárosi törvényhez. És hát ennek a nervnek mindenhez megvan a maga kompetenciája. Jó, hát Orbán Viktor imádja eljátszani egyébként, hogy mint Horthy Miklós, amikor bevonult, itt Tetemre hívja a Vörösmondyukba öltözött várost. Lehet, hogy történik fog valami az önkormányzati törvénnyel még egyébként, és az is feltűnő valóban, hogy egyre gyakoribb ez a megfogalmazás, ez a büntetőjogi történet. Ha nagyon akarjuk, tehát a büntetőjogot mindig rá tudjuk húzni. Na, tehát ez lehet a, nem is tudom, a fennálló elleni izgatás. Sőt, most már névtelen feljelentés is tehetünk kezébe. Hoppá, bocsánat, akkor megragadhatom az alkalmat. A névtelen feljelentésre? Igen. Úgy sem mutatod minket be rendesen? Hát az a helyzet, hogy ezt a fórumot is szeretném felhalni arra, hogy megkönnyítsem a névtelen feljelentők dolgát. Tehát feljelentem magam. Négy gyermekes apaként, családban élőként. Ha és amennyiben ez a jelenlegi alaptörvényi, meg a tököm tudja milyen szabályozás szerint alaptörvény ellenes, és hogy ez tiltja a törvény, hogy azt gondoljam, hogy azonosítani párok is alkothatnak család. Azt gondolom. Hogyha azt gondolom, hogy élhetnek boldogságban, egészségben, a gyerekeik életének számba a saját sorsukat, ezt gondolom. Ha ez sérti a magyar alaptörvényt, akkor meg szeretném kínálni mindazokat, akik esetleg névtelenül majd ezzel a problémával szembesülve találkoznak velem, mert fel akarnak jelenteni. Ha ez még de jure és de facto nem érvényes ez a jogszabály, akkor meg fogom tenni, nem tudom, meg fogom tenni újfent és újfent. Némiképpen egyébként csöndben azzal a szándékkal, hogyha számosan leszünk ilyenek, és erre buzdítok más épelmélyű magyarokat is, akkor azért ezt a dolgot valahogy tényleg a groteszkbe kellene vinni. Mikor sértem meg? Minden tekintetben óhajtom megsérteni ezt a politikai, jogi, alaptörvényi felfogást. Tényleg csak elszerűen szeretném, ha mindjárt egyformán gondolnánk, a
10 millió honfitársában Magyarország nem azért nem jogállam, és a Sándor által keresett törvényre is érvényes, és azért mondom, tehát Szép Hazánk azért nem jogállam, mert jelenleg több év gyakorlat alapján mondhatom, hogy ma, ugye ma van április 20-a csütörtök délután, nem tudjuk, egyikünk sem tudja, hogy mi lesz Magyarországon a törvény április 25-én reggel 6 órakor. Mert ez a rezsim bármikor, bármelyik törvényt 72 óra alatt átírja, és ezért Magyarországon nem lehet számítani arra, hogy mi a törvény. Ezért nem jogállam Magyarország. Sándor szép éleben példát mondott arra, hogy ez miért elviselhetetlen. Janó, egyébként nem csak azért nem jogállam, hanem azért, mert a törvény nem törvény. Tehát attól még, hogy bevezették a numerus clausust, hogy egy nagyon, nem is annyira távoli példát mondjak, attól ennek a törvénynek a törvénytelensége nem teljesen nyilvánvaló. Úgy mondod, hogy nem legitim, ebben teljesen egyetértünk, akkor még egyet tegyünk hozzá, mert úgy kerek a világ, hogy amit Magyarországon alaptörvénynek hívnak, az tulajdonképpen nem lépett soha életbe, mert soha a magyar társadalom nem erősítette meg. Én tudom, hogy most olyasmiket mondunk, amitől a Fidesz híveknek, hogy mondjam, 42 fokos láza lesz, de nem is zavar ez a tény. Jó, ha szembenézünk vele. Tehát, hogy Magyarország jogállamisága alapjaiban rendült meg ebben a rezsimben, és ezt mindenki, akinek valóságos jogtudományi ismeretei vannak, így gondolja, csak az egyik fele ezeknek a tudósoknak a Fidesz uszájában utazik, és ezért nem fogja elmondani. Nem olyan régen még választást nyert a Fidesz azzal, hogy rettegésben tartotta a magyar társadalmat a migránsoktól. Most pedig úgy fest, hogy a különböző kormányzati döntésnek, meg egyáltalán a politikájának köszönhetően tömegesen hoznak be külföldről, jellemzően különböző területekre, filipinókat, rengeteg hoznak be, pakisztániakat, indiaiakat, afgánokat. Mongolokat. Tessék? Mongolokat. Azokat kikergette Dajcs Tamás. Dajcs majd elkergette. Én egy személyes tapasztalatomat a múlt héten nektek meséltem. Egy belvárosi étteremben, egy plázában, egy úgynevezett ázsiai étteremben ebédeltem, és nem tudtam magyarul rendelni. Kiderült, hogy a 6 vagy 7 ott dolgozó bármelyikével, ugye csak angolul tudtam beszélni, mert nem magyarok voltak, ami különösen azért volt problémás, mert olyan erős leves hoztak ki, hogy egyszerűen nem tudtam megenni. Akkor nem is vagy magyar. Igen, és két kanál után izzadt a hajam, és mondta neki, hogy hát ez ehetetlen. Szeretem az erőset, de hát ez ehetetlen. Mondta, hogy nagyon sajnálja, aztán ugyanúgy felszámolták. Most nem is ez a lényeg. De hát a magyarok is felszámolják. Jó, de igen. De és még bele is köpnek. Igazán szürreálisan meg azt tette, hogy háttérben a konyhában a két szakács, a hangokból ítélve ketten voltak, azt találták viccesnek, hogy ugatva, mint a kutyák, egymásnak válaszolgattak ugatva. És akkor, tehát én beszélgettem angolul Budapest közepén a pincérekkel, láttam, hogy a két szakács beszart a röhögéstől azon, hogy ők ugatnak. Szürreális volt, és a tegnap előtt meg a meccset a barátaimmal néztem, én soha nem rendelek kaját, tehát nem tudtam róla, hogy például ti tudjátok el, ezeknek a futároknak a 70-80%-a nem magyar. Igen, igen. Sőt, igen. Rengeteg kiderült. Még angolul se beszélnek, hanem csak így makognak össze-vissza. És rákérdeztem az egyik üzletemben. Más nyelven beszélnek, nem igen, magunk. Igen. Hát más nyelven beszélnek, de náluk meg, ha én beszélek magyarul, az magunk. De nem, ez engem nem érdekel. Engem én. Ez rasszista volt akkor? Igen. Jó, de igen. Hétköznapi rasszizmus. Hétköznapi rasszizmus, jó. Igen, visszaszívom és bocsátat kérek. Tehát, kézökkentettetek. Na, van olyan nyelv is, amelyik egyébként belégzés. Ott tartottunk, hogy meghozta a futár a kaját. Igen, és hogy erre cégek szakosodnak, hogy hozzák be ezeket. Azt mondtad, hogy egy üzletembert megkérdeztél, és én mondta, hogy... Óriás, közel 1000 eurót keresnek ezek a cégek egy emberen. Ha mondta. Drága barátom, a következő, elmondanám neked... Ja, nem, egybehozatalon keresnek. Elmondanám neked, hogy a mi drága magyar testvéreink, pedig nem ittem ételfutárok, mert nem 1000 eurót keresnek, hanem sokkal többet. Egyébként éppen hétvégi élmény volt. 1000 eurót az keresi, aki behozza őket, Sanyi. Ja, jó. Személyenként. Hát, igen, jó. Oké, csak mondom. Még durvább ez a dolog. Meg egyébként ezt, hogy a magyar, jó Istenem, eszembe jutott erről az egész őrzővédőpiac is, hogy végül is az ember, aki áll,
meg véd, hogy mihez jut. Persze. Azt akarom, hogy csak kényleképpen a hétvégén volt egy ilyen élményem, hogy egy társaságban együttük, és az egyik anyukának a fia éppen telefonált Ausztriából, és panaszkodott, hogy esik az eső, mert egyébként ő ételfutár, és ugye elmesélte nagyjából, hogy egyébként azért mit kap, meg hogy kap. Tehát ez az egyik dolog. Ami viszont sokkal lényegesebb. Tudod, amikor ezt hallgatom meg, hogy bele vagyok kényszerűbben abba, hogy annak a tudatában beszélgessünk erről, aminek munkaerőpiaci és sokféle okból abszolút releváns. Bele vagyok kényszerítve, és ez a rohadt hatalom kényszerített bele. Úgy emlékszem, a szabadfogásban erről beszéltünk, hogy azzal a kampánnyal, amit te is ideidéztél, ami nem arról szólt, hogy és akkor mi legyen mi van a bevándorlókkal, meg nem bevándorlók, meg egyáltalán ezzel a problémával, mondjuk ugye a 15-ös dolgok ürügyé, azután nem sokkal, hogy Orbán Viktor nagy beszédet tartott az Egyesült Nemzetek Szervezetében, és nemzetközi migráns kvótát, vagy népvándorlás kvótát, ez jobban tetszik nekem, követelt az ENSZ közgyűlésen, hogy nem tudunk éppenmérő módon erről a dologról beszélni, most így sem, hogy itt az asztalnál ülünk, még jó barátaink közében sem, mert az egész megrohasztotta ez a propaganda, ami ezekből az emberekből, hát ez rosszul így, de mindegy, állatot csinált a magyar emberek tudatában. Ennek az egész dolognak a megbeszélése szinte reménytelen. A hétköznapi beszédben is. Kezdve attól egyébként, hogy hétköznapi, szinte napi sztori, hogy beszélgetésben ki kell javítanom az ismerősémet, a barátom, ne románozzá, csedd meg. De ettől kezdve odáig, hogy erről most éppen művel nem lehet beszélni, mert legfeljebb azt muszáj előadni, hogy ez a hatalom bibliai utálatos csinálhat a vendégmunkásból, amúgy meg egyébként hozza be. És amúgy meg ennek számtalan egyéb következménye is van, mert akik bejönnek öregem, gettóba vannak lökve. Most Debrecenbe például fölépítik azt a konténervárost, és mit tudom én, hosszú éveken keresztül belesznek oda zsuppolva azok az emberek, akiket a Jóisten tudja honnan hoznak. Most mondok egy nagyon durvának tűnő példát. Ez pont olyan, és egy pont olyan világot teremt, aminek a durvaságairól nekem nagyon közvetlen élményeim vannak, mint amikor a szovjet hadsereg itt állomásodott, és itt voltak a szovjet katonák, és éveken keresztül egy kaszárnya falai között kellett élniük, és ne tudjátok meg, és sajnos nem fogja megtudni senki, hogy ennek az ő esetükben és az ő tekintetükben, meg a lakosság körében milyen elképesztő következményei voltak, azzal együtt, hogy az orosz hadsereget, mint ahogy tudjuk, ugye, vagy a szovjet hadsereget az orvák kizavarta. Na de innen őket már nem nagyon lehet kizavarni. Akárki, akármit mond, nyilván ebben lesz egy nagyon komoly, ha úgy tetszik, migráció, de majd el fogják zavarni az akkumulátorgyárból? Hát leszámítva az, hogyha az akkumulátorgyárból Stadler stadion lesz. Az akkumulátorgyár majd meg fogja szabni egyébként, hogy neki mire van szüksége, és a magyar kormány ezekhez a gazdasági, vagy gazdasági és migrációs folyamatokhoz legfeljebb parírozhat, ráadásul ez az értelme. De azért ahogy egyre csúsztatták a fogalmakat szerintem, amikor ugye ők a migráns ellenes kampány vagy uszításba kezdtek, akkor alapvetően a migránsokról, menekültekről volt szó. Menekültek ellen. Állatot csináltak belül. Persze. Pont erről beszélek, hogy a végül is még valahol egy nagyon sokkal durvább dolog volt, tehát ugye az emberi, alapvető emberi szolidaritás köpték szemen, és valóban úgy ábrázolták ezt az egész történetet, mint hogyha itt ilyen hordák, vagy állatok, vagy makogó, nem tudom micsodák, tömegek akarnák az európai kultúránkat, a mi európai kultúránkat lerolni és elvenni. Valójában persze nem erről volt szó, emberek menekültek a közvetlenül a háborúról, vagy a háború okozta éhínség, iszonyatos életelmények elől. Ezt aztán utána ők kiterjesztették egy általános ilyen rettegésre, pontosabban ezt lovagolták meg, ebből generáltak egy olyan helyzetet, ahol igen, hogyha jönnek a vendégmunkások, ami valahol ennek az egész globális kapitalizmusnak egy természetes folyamata,
az a folyamatos migráció egyébként, ez az alapállapota. Jönnek ezek az emberek, igen, belekényszerítik egy olyan helyzetbe őket, mind gazdaságilag, mert nem ők fognak irtatlan sokat keresni, hanem tényleg a fejvadász pénzek, akik idehozzák őket, van közöttük egyébként, aki jól keres, valószínűleg azért jönnek ide, mert jobban keresnek, mint például a Fülöp-szigeteken vagy Pakisztánban, mint ahogy a magyar is azért megy ugye nyugatra, mert jobban keres ott, mint itt, de hogy ez önmagában még nem lenne egy probléma, mindenképpen probléma, hiszen ez az egész munkaerő vándoroltatás, ez nem arról szól, hogy az emberek jobban érezzék magukat, nyilvánvalóan, hanem, hogy több legyen a profit, itt is, ott is, amott is, mindenütt ezek a szintkülönbségek kellenek. De itt igen megteremtették mesterségesen, propagandával, a legmocskosabb módszerekkel végül is annak az előfeltételét, hogy miközben ugye ez történik, aközben ez folyamatosan újra termeljen egy olyan problémát, ami egyre jobban elmérgesedik, hogy embereket tartanak szörnyű körülmények között, egy egész ország, vagy nem egy egész ország, de egy ország motivált közvéleménye gyűlöli és nem veszi őket emberszámba. Persze volt mire építkezni egyébként, de erre ők nagyon, azt nem mondom, hogy ügyesen, mert baltával faragott volt ez a propaganda, nagyon gátlástalanul építkeztek. És most egy kicsit persze az a vicc, hogy gondban vannak, mert a fejükre omlik, remélem omlik sajnos, de mint hogyha így egy picit a vállukra szarna a galamb, mert hát ugye mégiscsak erre építették föl idestől már 8 éve, vagy 10 éve az egyik alaptézisüket, és most azt kell mondaniuk, hogy rohadt életben nincs munkaerőben. De csőcseléket csináltak belőlünk is, mert azt azért nem állítja senki, és végképp én leszek az utolsó, aki állítja, hogy egyébként ebből a én fogalmaim szerint népvándorlásból nem következnek egyébként nagyon komoly gondok, feszültségek, integrációs problémák, asszimilációs problémák, szegregációs problémák, és megfosztottuk magunkat, megfosztottak attól ez a hatalom, hogy erről éppenlő módon, hogy is mondjam, emberi módon gondolkodni és megoldásokat keresni. Mert innentől kezdve csak elvadult csőcselék van. Bár politikai és pszichológiai értelemben. Igen, és oda jutunk egyébként, hogy valóban a kommunikáció válik lehetetlenné minden irányból. Hát, abszolút minden irányból. Nem csak azért, hogy nem tud elmondani, mert nem tudnak sem angolul, sem magyarul, hogy túl forró a leves, hanem tényleg blokkosodás van. Bármilyen ilyen, nem is tudom, kulturális enklávé, vagy munkás enklávé, vagy akár létrejön ma már Magyarországon, ellenséges lesz. Ellenséges lesz a környezetével, a környezete ellenséges lesz vele, mert megvetették ennek a talaj. Én csak úgy elméletek vetem fel, és emiatt kényszerültünk szerintem az időségekben, hogy enklávékban kell gondolkodni, mert nem tudunk nem enklávékban gondolkodni. Ez is igaz valahogy. Érted? De miért kéne? Hajlamos azért az enklávésen történik, de nem ez lenne az alap. Tehát egy államnak kezelni kéne ezeket a problémákat, vagy legalábbis arra törekedni, hogy kezeljen. Na, hát én egy kicsit másik aspektusból szeretném ugyanezt elmondani, és amit mondandó vagyok, az szerintem még sokkal rosszabb annál, amit mondtatok. Konkrétan arról van szó, hogy Magyarország... Te pessimista vagy? Te mindig sokkal rosszabb gondolod. Igen. Magyarországon nyilvánvaló módon előre jól látható, mérhetetlen előregedés folyik. Ez a demográfiai katasztrófa 2010-ben ugyanúgy látszott, mint most, 13 évvel később. Orbán Viktorék a maguk cinikus hatalomgyakorlásával a problémát nem megoldani akarták, hanem a saját népszerűségük biztosítására igyekeztek felhasználni. Ez mostanra oda vezetett, hogy Magyarországon olyan... Még a kefélőtől is elment a kedve. Figyelj, Magyarországon olyan sok a nyugdíjas. Nem mentek, és külföldön vannak semmi. Hát persze. És azok a gyerekek igen. Már ott fognak születni. Hát már most is ott születnek. Tehát Magyarországon van egy hatalmas nyugdíjas populáció, amelyet el kell tartani. Magyarországon az aktívak száma csökken. Egy általános kényszerképzet, vagy olyan tévképzet az, amikor azt hallják önök, hogy az ország lélekszáma X vagy Y fővel csökkent, akkor a naívan azt hiszik az emberek, hogy annyian meghaltak. Nem. Annyian nem születtek meg. És jelenleg az ebben az évtizedben Magyarországon az aktív korúak száma ebben az évtizedben zuhanásszerűen csökken. És nem elég, hogy csökken az aktív korúak száma, most már kb. 500 000-an el is mentek.
A Gyáriparosok Országos Szövetsége 2016-ban, 7 évvel ezelőtt megmondta, hogy 250 ezer munkáskézre van szükség ahhoz, hogy Magyarországon a gazdasági folyamatokat fel lehessen tartani. Ez annyit változott 7 év alatt, hogy most már 500 ezer munkáskézről beszélnek. 500 ezer magyar kint van. A rezsimnek azt kell megoldania, hogy a nyugdíjat ki tudja termeltetni a magyar nemzetgazdaságból, mert abból van a szavazat neki. Ez az abszurd rendszer, ez fog ránk omlani ebben az évtizedben. És nagyon, azért kell mondom, hogy rosszabb a helyzet, mert ugye az Orbánék mindenfajta migráns ellen fellázították a népet, mindenkit utálnak, akár honnan jön, holott egészségesen azt kellett volna csinálni, ami egyébként a 70-es évek óta zajlott például Németországban, ugyan mindig kis számban engedni be embereket, és lehetek olyanokat, akik asszimilálódni akarnak. 2015 után ez a politika csődött be, na de előtte évtizedekig működött. Magyarországon a demográfiai probléma nem kisebb, mint Németországban, hanem arányaiban nézve nagyobb. Viszont nem volt megelőző gyakorlat, 2015 után szétverték azt a potenciális gyakorlatot, mert szerint a magyarok hajlandók legyenek immigránsokat, bevándorlókat maguk közé befogadni. Ez még nincs is meg, ez a gyakorlat. Majd fogok mesélni önöknek a mai lapszámról az a mostani beszélgetésünk után. A múltkori Magyar Hangban is nagyon világosan megírtuk, hogy a demográfiai helyzet Magyarország településeinek egy jelentős hányadán több, mint tragikus. Tehát jó volna megérteni, hogy 3300 magyar településből kb. 1800-ban nincsen a falunak semmilyen kézzelfogható bevétele. A falvak abból élnek, hogy oda állami transfer megy. A rendszer fenntarthatatlan, nincs, aki megtermelje azt a pénzösszeget, amit a kormányzat ki akar osztani. A kormányzat addig volt nagylegény, míg az Uniótól jött pénz. Ez most megszűnt. Az Uniónak elege van az Orbán rezsimben, és nem ad pénzt. Ezért most elkezdett minden eresztékében szétcsúszni a rendszer. A migránsokat beengedik, mert a multinak kell a migráns, az egyébként az egész folyamatot összeadják, arról van szó, Magyarország megszűnő félben van. Itt koreai, meg német, meg amerikai, meg nem tudom, ezt kérdezik, meg Szijjártó Pétert felmondja a világatlaszt, hogy mennyi cég dolgozik itt, meg mennyi cég milyen izé. Ők most már a munkaerőt is idehozzák, a magyarokat meg úgy kerülgetik, mint a bokrot az útszélén, aztán egy idő után mind kihalnak és kész. De közben meg azt nem értem, hogy a Szent István körúton barátomnak étterme van, Dübörög. 30 ezer forintot fizet egy pincérnek, 30 ezer forintot naponta. A kezébe a naponta, de nem talál. Nincs. Jó, de a vevők kik? Akkor de Sándor, ha 20 napot dolgozik, 6 kiló. De Sándor, a vevők kik? A vevők a turisták a Szent István körúton. Európa egyesül, elmennek, ahol többet keresnek. Hát most ennyi csedd meg, hát nem kellett túlspilázni, nagyon egyszerű, elmennek oda, ahol még ennél is többet keresnek. Hát mi kell ez a vizet? Pincér azért, hogy mondjam, az aktív korosztály. Szeretném az mondani, hogy ez csak a fele. Tehát az és egyébként nem is dolgoznak annyit. Mármint 20 napot. Hát összességében nem dolgozok annyit, mint egy magyar vendéglátónál. Hát az attól függ, bejelentett, nem bejelentett. Jó, oké. Okay. Nem kevesebb pénzért mennek el, Péter, az Isten áldja. Biztos mondom, hogy nem dolgoznak annyit, ez nem lehet, hogy többen dolgoznak, lehet, hogy kevesebb, mindenképpen többet keresnek. Hát egy biológia, újabb biológiai tévedéseket azért kiavítanám, tehát 500 ezer munkás az 1 millió munkás kész. Hát valóban. De legalább 980. Egyébként én ezt a izét hallgatom mindig varázslatosan, most már azt hiszem Fekete Gyula óta a meg nem született izé. Figyelj, Janó, én szerintem 90 millió meg nem született van. Ez olyan, mint a rezsicsökkentés. Nem, Sándor. Jó, jó, nem menjünk bele. Jó, jó, inkább visszaszívom, nem szóltam hozzá. Nem szóltam hozzá. Nem, nem, Istenem is. Jó, azért ez olyan, nem, 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 nem. Olyan, mint lehet a Janó, csak jeleztem, hogy hülye vagyok. Így kész. Jó, a statisztikával bármit lehet, de most már így alaptörvényesen nem mondhatom el azt, hogy milyen példám van erre, mert az a gullák számítással kapcsolatos, és most már az a lovarosnak kellünk. Ezt nem is értem. Nem baj, nem mondhatom el. Addig jó. Üntes, feljelentetnél névtelen. Dehogy jelentelen.
Nem, a 100 milliós adat, ugye, ami egy ilyen, ez a gulag áldozatainak 100 milliós szám, az egy ilyen bevett adat, az statisztikailag azért úgy jött ki, az egyik módszer az volt, hogy összeadták az összes létező dokumentumot. Na most egy fogolyról, amíg eljutott a gulágra, 4 vagy 5 dokumentum készült. És az a transportával, összeadták az egészet, kijött egy szám, és azt vették 100 milliós. Ez a kultúrát féle. Különben nem is maradtak volna oroszok a második világban. Ja, hát ez a vicc, igen. A vicc, hát már mennyivel ezzel lehet viccen. Jövő héten találkozunk, viszont hát én nem leszek itt, mert ezt most elmondtam.